Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Mennyei Atyánk, minden élet forrása, küld el szent lelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó és az oltári szentségben velünk levő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét elvigyük minden emberhez. Add, hogy a készület ideje és az eucharisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Szemiség elején bűnbánó szívvel álljunk meg, ami mindenható, irgalmas Istenünk előtt. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, vezessen el az örök életre. Istenünk, te megváltottál és gyermekeidé fogadtál bennünket. Tekints jóságosan szeretett fiaidra. Vezess el minket, Krisztusban hívőket, az igazi szabadságra és a mennyei dicsőségbe. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mind örökkön örökké. Amen.
Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Az Úr ezt a szózatot intézte Ezekiel prófétához. Emberfia, őrnek állítalak Izrael háza mellé, hogy halld számból szavaimat, és közvetítsd üzeneteimet. Ha azt mondom az istentelennek, istentelen, meg kell halnod, és te nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsd útjáról, az istentelen meghal ugyan vétke miatt, de vérét tőled kérem számon. Ha ellenben meginted az istentelent, hogy hagyjon fel félelm életmódjával, és térjen meg, de nem tér le útjáról, meghal ugyan gonoszsága miatt, de te megmented életedet. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levélből. Testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak a kölcsönös szeretettel, mert aki a másikat szereti, teljesíti a többi parancsot is. Hiszen a parancsok ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj a másit, ne kívánd. És ami egyéb parancs még van, ebben az egyben foglalható össze. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem tesz rosszat fele barátjának, mert a törvény teljessége a szeretet. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből, dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt apostolaihoz: ha testvéred vétkezik ellened,
menj, figyelmeztesd őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted testvéredet. Ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat, hogy kettőnek a tanúbizonysága vagy háromé tanúsítsa a dolgot. Ha rájuk sem hallgat, mondd meg a hívek közösségének, ha a hívek közösségére sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna, vagy vámos. Bizony mondom nektek, amit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben is, s amit feloldottok a földön, föl lesz oldva a mennyben is, és bizony mondom nektek, ha ketten közületek valamiben egyet értenek a földön, és úgy kérik, megkapják azt mennyei atyámtól. Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, én ott vagyok köztük. Ezek az evangélium igé. Áldunk téged, Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Testvérek, a mai evangélium egy nagyon nehéz evangélium, hiszen egy olyan feladatot ró ránk, amit nem biztos, hogy olyan szívesen megteszünk. Ez a feladat pedig a következő, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Tudva levő, hogy a zsidó gondolkodás, a zsidó szentírás, az Ószövetség ismert könyvei, illetve az öt szent könyv, a Pentateuklusz, az öt szent könyv, a mózesi öt könyv erre is kitért. A bírósági ügyek, egyéb dolgoknak az elrendezése nem csak a magánéletet szabályozta be, nem csak a 10 parancsolat van benne, hanem egyéb tanácsok is. És feladatok is vannak, amiket a bíróságon, esetleg peres ügyekben, esetleg végig kell vinni. Innen idéz Jézus. Kettőnek vagy háromnak a tanúsága igazolja. Ugye tudva levő, kedves esvérek, ahol két ember össze van zárva, ott előbb-utóbb valami probléma biztos, hogy előjön. Ahol két ember együtt van, ott biztos, hogy az egyik akar valamit, és a másnak az nem tetszik. Nem biztos, hogy nagy dolog, de ezek mindig kijönnek. Ezért mondják a mentősök például, hogy az ünnepi időszakok, mint a húsvét, meg a karácsony, ezek pont ezért veszélyesek, mert ilyenkor össze van zárva a család több napra, és hát bizony idő után a régi sérelmek előjönnek. Na most erről beszél Jézus, amikor testvéred vétkezik ellened. Ugye milyen könnyen észrevesszük. Mikor a másik megbántott, a másik odaszólt, a másik képes volt, erre képes volt tisztelendő úr. Mikor testvéred vétkezik ellened, azt nem veszük észre, amikor mi vétkezünk testvérünk ellen? Vajon mennyire tűnik fel nekem, hogy megbántottam valaki mást? De jó, ha testvéred vétkezik ellened, menj és figyelmeztesd őt négy szem közt. Na ez az a pont, ahol meg szoktunk állni. Ahol azt mondjuk, teljesen megilletődve és a saját igazságunk teljes tudatában, hogy hát ki vagyok én, hogy beleszóljak a másik életébe. Ha ő úgy neveli a gyermekét, ha ő úgy beszél, ha ő úgy viselkedik, ha ő úgy gondolkodik, ki vagyok én, hogy beleszóljak. Mondjuk, érezzük, gondoljuk, és tesszük. És sokszor éppen ezért maradnak meg emberek bűnben. Nem azért, mert jónak tartjuk a bűnt, hanem azért, mert elnézzük a bűnt. Mondok egy példát erre. Akárhányszor bemegyek boltba, és valaki azt mondja, hogy, vagy valahol bemegyek, és mondja, hogy ez tökéletes. És sorozatban kell kijavítanom, az Isten tökéletes, ez csak jó, pontos, szép, minőségi, válaszol egy jelzőt rá. De az, én pont visszatudtam adni 123 forint, vagy 125 forintot, az nem tökéletes, az csak pontos. Vagy amikor beszélgetek valakivel, és azt mondja, hogy olyan boldog vagyok, a gyermekem terhes. És én kijavítom, hogy nem terhes, várandós. A gyermek nem teher, a gyermek nem nehezék rajtam, ami csak nem a hátamon van, hanem a pocakomon. És néznek rám az emberek. Szinte azzal a gondolattal, hogy hát, mit zavar ez téged? Hogy mondom? Mi köze hozzá? Hogy mondom? Ugye, kedves esvérek, néha olyan nehezen állunk ehhez hozzá, hogy hogyan mondjam el neki, hogy hibázott.
Hát nézzük meg, más hogyan teszi. Ott egy tanár. A tanár mit csinál? A tanár, mikor megy sorba a gyerekeknél, is nézi, hogy na, hogy itt az a betűt? Van kunkori? Összeérnek? Kerek? Jól néz ki? Benne van a vonalban? Nem jó, ezt javítsd ki. Na ez jó, ez nem jó, ez nem jó, nem jó, ez jó, ez szép. Ilyet csinálj még tizet. Hát a tanár úgy állna hozzá, hogy rajzoltál, hát legalább kör alakú, mindegy. Na, ez kicsit háromszög, de nem baj, legalább benne van a vonalban. A kricsra szemszámít, majd megtanulod. Hát soha senki nem tanulna meg írni, olvasni az iskolában. A tanárnak az a dolga, hogy a hibát keresse. Nem azért, mert ő annyira élvezi, neki de jól esik, hogy bele tud szólni a gyereknek az életébe, hanem azért, hogy javítson rajta. Miért kellene nekem szólni a más életében? Azért, hogy javítsak rajta. Akarja ezt ő? Nem biztos. A gyerek teljesen más tészta az iskolapadban. De amikor már egy felnőtt emberről van szó, aki köszöni szépen, jól érzi magát a hibában, a bűnben, neki jól esik ez, neki jól esik az, hogy nem is tudom, neki csapják a szelet, vagy hogy neki szabad így beszélni. Egyik táborban volt egy ilyen gyerek, hogy hát, hogy is mondjam, hát hoztam ma otthonról a szakszavakat, ugye? Mondjuk ezt most így. És akkor délután nekülünk társasjátékozni, és akkor hallom, kinn az ablak előtt megy el, és akkor ott anyázik. És hát ugye keltem fel, és mondtam neki, de figyelj csak, kincsem, hát ez itt nem szokás, otthon lehet, hogy szokás, otthon csinálhatod, nem otthon vagy, vendégségben vagy, itt így nem beszélsz, nem szólsz a másikhoz, nem szólod az édesanyját, és nem fogod megütni. És csak nézett rám nagy kerek szemekkel, mint egy boci. Ugye, hogyan merek én beleszólni másnak az életébe? Úgyhogy jót akarok neki. Nem biztos, hogy ő tudja, hogy az, amit tesz, az hiba. Az őt nem a mennyország felé vezeti. Ez valahogy olyan, mint amikor a gyermek először süt palacsintát, és ott áll mellette anya, is mondja, hogy na most fordítsd meg, mert most jó lesz. Vagy vedd lejjebb a lángot, kell még bele egy kis liszt, kevergessük még egy kicsit. Ugye testvérek, ezt látni kell, tudni kell, hogy amikor én segíteni akarok valakinek, akkor az ne egy álszenteskedés legyen, ne egy ilyen kivagyiság legyen, vagy hogy beleturkálhatok az életébe, ez az, most én játszatok jóistent, vagy lelkipásztor, én most játszatok szülőt. Nem. A szeretet hajtson engem. Szóljak neki négy szem közt. Nem kell mindenki előtt rápirítani, nem kell a boltban, amikor nyolcan állunk sorban, akkor elmondani neki. Volt egy ilyen sorozat, gyorsan akartam mondani, ez a Miért éppen Alaszka? Egy orvosról szólt, aki látta esetleg korábban, egy jó régi sorozat, és abban volt, amikor ültek ott benne a ketten az orvosiban, és akkor bemegy a nővér, és elhúzza a függönyt, és azt mondja az egyiknek, hogy gratulálok, ön nem várandós. És elhúzza a függönyt, átlép a másik oldalra, behúzza a függönyt, és azt mondja, gratulálok, ön várandós. Aztán elhúzza a függőt, és kimegy, ezek meg ülnek egymással szembe, azt így néznek egymásra, hogy nem mindegy, hogy hogyan mondom el azt, amit el akarok mondani. Keresem az alkalmat, a megfelelő szavakat. Tudok valóban úgy szólni a másikhoz, hogy abból épülni tudjon? Menj, szól neki négy szem közt. Van bennem bátorság szólni négy szem közt? Mi van, hogyha nekem szólnak? Mi van, hogyha én hibáztam? Észreveszem a hibát? Merek rajta javítani? Akarok rajta javítani? Tudom legalább, hogy van bennem hiba. Az önkritika egy nagyon hasznos kritika. Nem azt jelenti, hogy mindig a hibát kell magunkban keresni, hanem azt jelenti, hogy nem kell megijedni, hogyha valaki talál bennünk, mert hát emberek vagyunk. És az ember, ahol lehet, nem akar, de ott tud hibázni. Folytatódik a történet. Ha azonban nem hallgat rád, milyen érdekes, van ilyen, ki gondolta volna. Én mondok neki valami jót, valami igazat, ő meg nem hallgat rám. Mit tegyünk ilyenkor? Törjük be a fejét? Nem vagyunk mi keresztes lovagok, hogy azzal kezdjük a napot, hogy megélezzük a kardot, azt nézzük, vagy inkvizítorok, a bárdot, meg mindenféle kínzó eszközöket, aztán nézzük, hogy ki az, aki bűnös, meg Isten káromló. Nem így működik a világ. Jézus folytatja, ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két társat. Hogy kettő-három tanúság, amiről beszéltem, a zsidó jogrendből idéz Jézus. Menjetek többen, többen kérjétek meg. Nem azt mondja, hogy menjetek is verjétek meg, menjetek is jól lépjetek rá a lábára, vagy üvöltözve dobjátok ki az ablakon, hogy kettő-három tanúsága bizonyítsa a dolgot.
és ha rájuk sem hallgat, megy tovább Jézus. Akkor vidd a hívek közössége elé. Na most ugye azt azért tegyük hozzá, hogy ez, amikor Szent Máté evangéliuma íródik, Jézus születése után körülbelül 60-as, 70-es évek, tehát 30 éve Jézus már fölment a mennybe, már kialakulóban van egy keresztény közösség, már összejönnek magánházaknál, és teljesen más a gyónásnak a menete. Nem az a szent gyónás, mint ami nálunk van, amikor bejön a gyónó, a gyóntató székbe, és ketten vannak a pap meg ő, hanem a gyónás menete az, hogy kiálltak a hívek elé, az oltár elé, a ház közepére, és elmondták, hogy ilyen bűnöm van, ezt csináltam, azt csináltam, megcsaltam ennyiszer, ezzel, azzal, loptam ennyi pénzt, és így elmondták a bűnöket, és ez a megtisztulásnak a folyamata volt, és a hívek közössége annyira ismerte egymást, hogy még ezt is tudták egymásról. Egy teljesen más világban íródik ez a mondat. De azért ma is tudjuk ezt jól értelmezni. Mit jelent a hívek közössége elé vinni? Amikor azt mondom, hogy imádkozzunk érte. Amikor azt mondom a személyiségben, hogy imádkozzunk egy családért például. Vagy egy, nem is tudom, egy gyermekért, egy betegért. Ezért, azért. Hogy úgy is el lehet vinni a hívek közössége elé, hogy nem személy szerint, név szerint, hogy na, nem is tudom, a Tóth Jankóért, meg a Nagy Mariért, meg a Horváth Júlcsáért, csak valakiért, imádkozunk most valakiért. Nagyon sok ilyen van például az interneten. Ilyen Facebookos közösségek is imádkoznak egymásért. Imádkozunk egy betegét. Én látom, benne vagyok ezekben a közösségekben, én is szoktam imádkozni. És folytatódik, ha hívek közösségére sem hallgat, akkor vedd úgy, mint a pogány volna vagy vámos. Milyen érdekes, még mindig nem az van, hogy akkor ütheted. Akkor rúghatod, akkor kiplegykálhatod a háta mögött, akkor lehet mondani, akkor mindegy, akkor már nem a tiétek, akkor nyugodtan írjátok ki a falakra, hogy mit tudom én kicsoda, megcsalta a mit tudom én kicsodát. Nem. Az Isten soha nem veszi le a kezét senkiről, ez fontos. Az a kérdés, hogy mi akarjuk, hogy rajtunk legyen bárkinek a keze. És a mai prédikációnak úgy hiszem, hogy ez egy összefoglalása lehetne, hogy valóban, ha ránézek egy másik emberre, és hibát találok benne, nagy hibáról beszélek, nem mindenki szurkapiszkáról, nagy hibáról beszélek, akkor merek-e szólni neki? Merem-e inteni? Merem-e a hívek közösségéhez imádságomban elvinni? Merek-e próbálni változtatni az életén? És amikor az én életemben van hiba, mit teszek akkor a jó tanáccsal? Mit teszek akkor a szóval, az emberrel, aki mellém áll, aki engem int? Bennem van-e annyi alázat, hogyha már van bennem hiba, legyen bennem akarat javítani azt a hibát? Ámen. Hiszek az egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett, értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették, harmadnapon föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban. Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását
és az eljövendő örök életed. Amen. Testvérek, Isten a szeretet. Azt akarja, hogy mi is szeretetben éljünk. Kérjük tőle ezt az ajándékot. Add, Urunk, hogy egyházad pásztorai szeretetből szolgálják a rájuk bízottakat. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Tarts távol, Urunk, a népektől a gyűlölködés és az irítség szellemét, hogy békében és egységben segítve éljenek. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Segíts, Urunk! Segítsd, Urunk, a szülőket, hogy türelemmel intsék gyermekeiket, a gyermekeket pedig készséggel fogadják az intő szót. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Távolíts el, Urunk, egyházi községeink, közösségeink életéből minden viszályt és pártoskodás. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy segíts segítségre szoruló embertársaink, a mi szeretetünk által tapasztalják meg a te jóságodat. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Istenünk, add kegyelmedet, hogy egymást testvéri szeretettel segítve eljussunk hozzád, közös atyánkhoz, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadja az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész. Istenünk, igaz jámborság és békesség szerzője add, hogy ezzel az áldozati adománnyal méltóképp tiszteljük fölségedet, és a szent áldozatban való részesedés forrassza egész évünket, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert benned élünk, mozgunk és vagyunk, és föld életünkben nem csak jóságodat tapasztaljuk napról napra,
hanem megkaptuk tőled az örök élet zálogát. A Szent Lélek ugyanis, aki életre keltette a halálból Jézust, már elkezdte isteni működését lelkünkben, így reméljük, hogy a húsvét szent titkában állandóan részesít minket. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk és hálás szívvel zengjük. Szent vagy, mindenség Ura Istenem, dicsőségedbe tölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna. Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Az új és örök szövetségi, ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kelyhét és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, mindazokról, kik irgalmadban bízva távoztak el e világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a magyarok nagyasszonyával, Szent Józseffel, az ő tiszta jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, s minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és Isten tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egy házad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mind örökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével, legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjj, hanem csak egy szóval.
Ahová tettél, ott szolgállak, ahol megsejtlek, megcsodállak, ahogy tudlak, úgy követlek. Ha megbotlok, nem csüggedek. Ami munkám, megcsinálom. A jó szót érte sose várom. Ha nem sikerül, nem kesergek, és másnap mindent újra kezdek. Ha szenvedést adsz, jubilálok, miatta tőled el nem válok. Tudom, hogy ezzel csak kitüntetsz. Magam szenvedni úgysem engedsz. Egyért könyörgök minden áron, jöjj értem, ha majd jön halálom. Könyörögjünk! Istenünk, te ígéddel élteted és szentségeid, mennyei kenyerével táplálod híveidet. Add, hogy szeretett fiadnak ezek az ajándékai, erősítsenek minket, és így életének mindig részeseivé legyünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. A szentelt vizek hintése által megáldassanak és megszenteltessenek ezek a szent képek, rózsafüzér titkok, hogy mindazok, akik ezeket imádságomat használják, a mi Úrunk Istenünktől kegyelmeket nyerjenek a szűzanya közben járása által, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála. Kedves esvérek, szeretném hirdetni a következőket. Jövő heti miserendünk kedden, rögtön megmondom, csak kell az órarendem. Igen, kedden a este 5-kor mondunk majd szentmisét a szűzanya tiszteletére. Szerdán reggel 8-kor van szentmise, csütörtökön reggel 8 órakor van szentmise, péntegen pedig szintén este 5 órakor lesz majd szentmise. Szombaton nem lesz szentmise. Vasárnap délután 4 órakor van Nádudvaron a Szent Kereszt felmagasztalása búcsú. Szentmisén tanít, illetve Szent Jónástra lehetőséget nyújt tisztelendő Panyi József plébános úr, aki fog majd jönni jövő héten vasárnap Nádudvarra, és hívjuk, várjuk a testvéreket erre a búcsúra. Hogy kérjem azt, kedves testvérek, hogy aki szeretne jönni, az én autómban még van 6 hely. Tehát, ha jönni akarnak a búcsúra, jelentkezzenek időben, én szívesen hozom, viszem a csapatot. Szentmise után vendéglátás is lesz. Hadd jelentsem azt is, mondjam azt is, hogy készüljünk fel, ugye ez a koronavírus dolog miatt, óvatosnak kell lenni, úgyhogy szájmaszkkal mindenki készül. Feltétlenítése ott a helyszín is lesz lehetőség, de hogyha maguknak készülnek, én annak is örülök, hála érte a Jóistennek. De figyeljünk arra, hogy a távolságot próbáljuk tartani, akinek van hordozható, összehajtható széke, nyugodtan hozza magával, és akkor messzebb le tud ülni a többiektől, vagy föl tud menni a kórusra, majd kihasználjuk annak a lehetőségeit is, hogy ott is el tudunk helyezni embereket, hogyha valaki esetleg nem óhajt áldozni, vagy majd onnan lesétál, tehát arra is van lehetőség. Tehát ne az legyen már, hogy valaki azt mondja, hogy jaj, nem megyek, mert vírus, jaj, nem megyek, mert sokan leszünk, megfertőződünk. Legyünk sokan, csak figyeljünk jobban. Tehát, kedves esvérek, hagyd kérjem azt, hogy igen, ne hagyjuk ki ezért a Szent Kereszt felmagasztalása búcsút. Felvetették, hogy talán el kéne napolni, hát mondom, ennyi erővel egy egész évvel kéne elnapolni, mert legközelebb Szent Kereszt felmagasztalása következő év szeptemberében lesz. Tehát kérem szépen, hogy készüljünk erre az ünnepre. Ha nem tudunk esetleg átjutni, jelezzük nekem időben, és én igyekszem szállítást intézni a kedves testvéreknek. Tehát következő vasárnap itt sem lesz szentmise, a többi helyszínen sem lesz majd szentmise, a többi filiákban, hanem Nádudvaron délután 4 órára várják a kedves híveket, a kedves nádudvariak is. Nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltak, hogy együtt imádkoztak velünk, fogadjuk a szentmisének a befejező áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek.